dőlj hátra! Gyere, dőlj hátra! Szevasztok! Csak visszatértetek? Szerintem, hogy rövid a hajam, és most pasinak nézel, nem kell, nem de kell. Azért nem kéne meg borotvány. Na ez mi? Aha, hát hajsütőmös. Igen. Na, csicsereg nekem! Mire vagy kíváncsi? Hát arra egyrészt, hogy most a magánéleted, de mi a helyzet, de ezt én nem kérdezhetem. Nem egy ilyen vallató eszközhez hasonlít? Ezt, ha a zsűri csúnyát van. Vidámabb a dal, ezért egy kicsit többet mozgunk. Tehát azt az oldalunkat mutatjuk meg, amit még mi sem ismertünk igazán. És most jön a nagy művelet. Most jön a vágás. Egy válkefével. De ez egy cipőkefe, nem? Ez cipő? Amikor felénekeltem, akkor még nagyon-nagyon zöldek voltunk egymás számára a dal meg én. Sokszor elmondtam, hogy én már oda nem megyek vissza. De ez a dallal azért indultam most el, mert annyira erősnek éreztük. Ez lehet egy komoly ugródeszka, így a dal nekem most? Abszolút az. És most szereted már a dalt? Imádom. A dalodat? A dalom. Nagyon jól mondod, igen. A dal, mint műsor, azért is nagyon jó, mert ugye ösztönzi a magyar zeneszerzőket arra, hogy évről évre jobbat és jobbat csináljanak. Én azt gondolom, hogy dolgozni kell, dalokat gyártani. Aztán egyszer csak valamelyik működik. Ha kijuttok Bécsbe, mert gondolom azért csak van egy ilyen tervben, akkor még valami pluszt hozzátenni ott, mert az egy gigantikus színpad, mert ez se gyenge. Elhívjuk a bécsi akapella haverokat, az rengeteg van. Én nagyon szeretnélek ott látni Bécsbe. Nem úgy, hogy kimegyünk és vásárolunk. De úgy is olcsón drága cuccokat, hanem hogy de azért beülünk kávézni utána. Hát azt majd megbeszéljük. Örök, hogy a hajamban nem ültem. Szia, Kati! Jól énekel. És még tudja, hogy mire van. Na jó. Azt hiszem, rendben vagyunk. Folytassuk. Vagy kezdjük?